being you love her. Az ízelt láva, ahol most már több fogalmam van, nem minden láva természetesen ilyen járólám, hanem a kis mondtátok a motorát, volt olyan ugrólám, de létezik ásólám, kapemusszólám, sokfajta, attól tudjuk, hogy milyen életmódot folytat az a rovar, vagy az az ízelt láva. Viszont csak a rovarok rendelkeznek a három csoport közül látott rovarok ószabások, csak ők rendelkeznek szárnyakkal. Többféle szárnyat is fogtok nézni a mai napon még ebben a órában. Az első feladatunk az lesz, hogy előlemondjuk, aztán utána kezdjél hozzá. Jó, tehát előtt csak figyelj már, légy szíves. Megkéne ennek a legtöbb fajnak egyébként, ami itt van, ebből szárny darabok vannak, mert szépen ugye darabolva. Vannak a óraüvegeden, ha minden igaz, még mindig, ha csak nem sodorjuk. Hány pár szárnya van a legfényben? Két pár szárny van. Szárnyas rovarok, két pár szárny van. Nem teljesen egyforma az előső meg a hátsó pár szárnyuk. És ugye ezek a szárnyak a hátjás szárnytól eltérően, a más rovar szárnytól eltérően nem átlátszóak, hanem apró, kitűnő pikkelyek fedik. Ez a kép úgy készült egy fekete-fehér mikroszkóppal, hogy megint egy ilyen sztereo mikroszkóppal ránéztek, és tetejét lehetett látni, olyan, mint egy háztető. Olyasmihez hasonlít, nem annyira szabályos, mint a mai modern háztető, mint egy régies. Na, ilyet próbálunk megnézni a sztereomikroszkóppal. Az lesz a különbség, hogy most a háromszoros nagyítással, mert először mindig az egyszeressel megnézzük, ha ott van a közepén, átváltunk a háromszorosra, de most, ugye most is, bocsánat, felülről kell megvilágítani, mint az előbb, és az a csendesedes volt? Egyes volt. És akkor most a csipesszel megvárjam a rovarlábat, és tegyük oda a szárdarabkát a közepére. Csipesszel próbálj megfogni, mert a kézzel fogod szétesik, szétmálni. Jó, a lábat, a lábarabokat, a lábat vette. Pont a közepére próbál. Hát nem is biztos, hogy a között, hanem pont alá. Mindenkinek a szárdarabokat? A tetejét próbálj megnézni, csipesszel, hogy én megfogni szerintem. Mert szétszedik. Hát akkor oda. Jó, kapcsold be akkor a mikroszkópodat is. Nem vagy a kicsi. Jó, meg kellene próbálni megnézni, hogy van-e ilyen háztető cserékszerű mintázat a tetején. Milyen színű, milyen alakúak ezek a kis cserepek, zsimbelyek. És hogyha egyszeres nagyításra már megnézed, a háromszorosra váltsál rá. Tessék utána élesre állítani a csavarral, és ha megnézted ezeket a zsindelyeket, meg kellene próbálni, akinek olyan a szárny, hogy látszik, hogy a széle, valamelyik természetes széle, megmutattam, hogy mire gondolok, tehát a szárnynak a szélét, hogyha ez, próbáld meg megnézni, hogy mondani, hogy milyen a széle. De lehet, hogy valakinek a közepéből van kicsit egy darab, de valahol a szélét nézve, mert az még érdekesen meglepő, hogy a szárny széle rojtos, szőrös. Jó? Látszik ez a rajzolat rajta? És ez a házkörű cserék, ez van egy felállat? Csillog,
Mind a ketten a megnézték, hogy egy kicsit a további megjelenzél most. Ki ez, aki látja a szélét, milyen szél van? Egyszeresen nem sok minden látszik, háromszorosan jobban. Milyen jobban látszod ott azt, hogy milyen a jobban? Egyszeresen jobban? Mikroszkóppal vizsgálódunk. Milyennek látjuk itt ezt? Jó, kikapcsolhatod és figyelj egy picit megint. Próbáljuk meg lerajzolni, hogy itt volt mondjuk a széle. Nem ilyen sima volt a lepke szár széle, hanem milyen volt? Recés. Rojtos. Nagyon jó, mintha ilyen nagyon sok ilyen szőszerű, de ezek ilyen mint egy szőnyegnek, vagy felétőnek a szélén ilyen rojtok voltak. Látott ilyet valaki? Láttatok ilyet? Akkor valószínű, hogy nem azt a szélét néztétek, ami a lepke szárnak a lepszéle. És magában a szárban nagyon sok ilyen lehetett látni ezeket a, lehet egy kicsit szögletesebbek is, mint amilyenek rajzoltam, de egymás felbe ezek a háztatók segítségű, mondhatjuk, hogy ezek kitin pikkelyek, milyen színűek voltak ezek, volt-e valami? Fehér és barnás, és csillogtak, ugye? Csillogó voltak. Amit így, ha kiveszünk a mikroszkóp alól, nem annyira látszik, persze ráesett a fény, nyilván megvilágítottuk, és csillogtak is. Ez már nektek nincs leírva, de nincs minden leírva. Tudjátok-e, hogy hogy hívják más néven ezt a kitépítéseket? Te lehet így dörzsölni is. Tehát ha valaki erőteljesebben hozzányúl, akkor ez mintha így, mint egy por leválik. Úgy hívják ezt, hogy hírpor lepkének a szárnyán. Hímpor ez, ami lejön nulla, és ugye a nyílő lepke elhagyja ezeket a kitépítéseket, akkor nem tud velük repülni. Na most ezeknek nagyon érdekes tulajdonságok, ezek a rajzok nincsenek nektek ott, hogy nem csak, hogy színanyagok vannak, pigmentek benne, hanem visszaverik a fényt ezek a kis kitin pikkelyek, és a visszaverő fénysugarak egymással találkoznak, és összeütköznek. Mindegyik egy kicsit máshogy irányítja vissza a fénysugarakat, és amikor a lepkeszárról a szemünkbe kerülő fénysugarak itt találkoznak, akkor egy ilyen interferencia nevű kölcsönhatás lép fel köztük, és ezért csillognak a fémek, mondjuk az aranyag is, meg a többi fém, és azért csillog, mert náluk is ugyanez a jelenség figyelhető meg, tehát a lepkéknél is a felszínén figyelhető meg ez a jelenség. Jó, továbbiakban a másik mikroszkóppal fogok vizsgálni. Gyorsan el fogom mondani ennek a használatáról mit kell tudni. Egyelőre nem kell még a konnektorokkal bajlódni, csak nézzünk át meg ennek a mikroszkópra, hogy mik a részei, jó? Tehát azt vedd már maga felé. Ez kihagy egy kapcsolatot, és a feketék. Nem kell még belenézni sem, csak figyeld meg, amiket mondok. Ennek körül van, ennek körül csak egy. Nem kell még bekapcsolni, csak a mikroszkópra nézzél már, amit megféle az adatkedésből. Jó. Ennek
a mikroszkópnak csak egy szemrendséje van. Ugye figyelj, légy szíves erre. És utána lesz időt a külön vizsgálódni, megint csak most ide kellene figyelni. No? Tehát ez a szemlencséje, ebből csak egy van, ez nem stereo mikroszkóp, viszont nagyobb nagyítást tud. Ez a felső része 10-szeres ez a lencséje. Ennek viszont három olyan lencséje is van, ami a tárgyhoz közelít. Légy szíves a lencséhez kézzel megnyomjatok hozzá, akkor ott van az ujjanyomat zsíros, és akkor az alsó része, az pedig olyan, hogy három darab lencséje van, és ezt is úgy lehet majd mozgatni, mint a másiknál. A legkisebb az egy ilyen piros szín van rajta, csík, az négyszeres nagyítás tud oda matáljuk. A sárga, az a sorrendben a második, arra mi van írva hányszor, a négyszeres, és a kék, a negyszeres. Hányszorosan nagyítja föl, ha ez 10, ez meg 40? 50. 50-szeres? 10-szer 40, az 400. Tehát itt ezt így kell számolni, hogy össze kell szorozni. 400-szorra tudja nagyítani. A legkisebbel kezdjük megint a vizsgálódás, az 4-szer 10, 40-szeres. Még ez is nagyobb, mint az előző mikroszkóp. Jó? Ennek a mikroszkópnak is van arról egy lámpája. Ugyanolyan a kapcsolókon, ugye most nem kell még bekapcsolni. És most itt nem fölülről világítjuk meg, bár van egy felső lámpája is, hanem alulról fogjuk megvilágítani. Tehát majd azt a lámpaállás kell, hogy válasz. Ennek a mikroszkópnak is van oldalt ez a gombja, amivel élest állítod, és itt még nehezebb lesz egy picit. Tehát miközben majd nézel, aki nézi, a közbe kell bizony élesre állítani. Ennek van még két extra gombja, ami a másiknak nem volt. Az egyik itt alul van oldal, ez a fényerőt szabályozza. A legjobb az, hogyha itt ezen az alul 8-ason van, mert az biztosítja a legtöbb fény, szerintem oda is van állítva. És a másik az asztalka, amit úgy hívnak itt ilyen, nem volt a másik, hogy tárgyasztal, az alatt van egy másik tekerőgomb, azt nem kell most tekergetni, különböző színű szűrőket rak a fény útjába, de most nem kellenek színek, mert amúgy is, amit nézünk, van saját színe. Tehát, hogyha mondjuk egy lilára állítod, nem fogsz sok mindent látni, mert az egy kicsit sötétíti az egészet. Jó, tehát az átlátszó. Ezen a tárgyasztalon van két ilyen leszorító csavar, ez így mozgatható, és amit majd oda fogsz rakni, készen fogod megkapni. Ilyen készítmények, ízletlábúak volt. Középen szabad szemmel is látszik, hogy van valami. Ugye ott például itt szárny van, közepén. Úgy kell oda rakni a tárgyasztalra, hogy leszorítod ezekkel a csavar, ezekkel a leszorítókkal majd, hogy szabad szemmel is nézve, pont a tárgyasztalról lévő lyuk fölé essen a szárny, vagy nézzük el. Ezt még mielőbb vele nézel, úgy kell oda helyezni. Jó? Tehát az lesz majd a feladatod, hogy megkapod ezt a kis tárgylemezt, ezt a preparátumot, készítményt. Oda teszitek a tárgyasztalra, a legkisebb nagyításra kell már azt most beállíthatod a mikroszkópot, majd bekapcsoljuk, és akkor a legkisebb nagyításról lehet a nagyobbra majd váltani. Jó? Miket fogtok kapni? Jó, figyeljetek akkor! Két csoportban vagytok, a két asztal, és úgy van, hogy nincs mindenből annyi fajta, hányan vagytok, hanem elmondom először, hogy ki mit fog kapni. A legszélén ülők a tőlem legtávolabb és az ablak felül, a két hátsó. Ki fogtok kapni egy-egy hártyás szárnyat, tehát ez lesz nálatok. Egyenelőbb, itt ti és ti csoportotok fog kapni egy mézelő méhnek a szájszervét, itt pedig egy csótánynak a szájszervét, ezt fogjátok először megnézni. Jó? A harmadik, és harmadik leszel te egyedül, jó? Ti fogtok kapni egy, kicserélem, egy légynek a szájszervét, te pedig egy méhnek a szájszervét, és a negyedik,
Tehát ti hátul, illetve fiúk, ti fogtak kapni egy házi méh gyűjtőlábat, ti pedig egy... igen, nincs másik belőle, akkor egy légynek a lába. Na most egy lábakat. Ezt meg kellene jegyezni, hogy mi az, amit látsz, mert van, amelyiken angolul van, de meg is mondom közben, és akkor, ha már megnéztétek mind a ketten a mikroszkóba, váltotok a nagyítással egyen nagyobbra, és amikor kész vagytok, egyen továbbadjátok, úgyhogy erre. Jó, és mind a négy eljut mindenkihez. És nektek kellene megmondani a társatoknak, hogy mit adtál át. Jó? Hát adom a szárnyakat, és akkor közben a mikroszkópokat be lehet a konnektorba dugni, az előzőt ki lehet húzni, és ugyanígy nehezen lehet bedugni a másodikat. Jó, tehát nem ezen azon. Ez a two-time-szer. Ez a lehet bekapcsolni a lámpát. Ez a méhecske lába. És ez pedig a... Jó? És akkor nézzétek már meg, hogy alulról világít a mikroszkó, melyik állásba kell a lámpát bekapcsolni. Nagyon jó. Alulról világít, és egy is állás, nem? Akkor az alsónál. Jó, és akkor tedd oda a kapott tárgyalmányzatot, hogy szabad szemmel és látogatok középen legyen. Jó, legkisebb nagyítással kezd, és hát van olyan, amit nagyobban megmondtam, mert nem is sok látta részletesen. Ez a méhecske lábának az a része, hogy belefügy a söpörnyő virágból, olyan kancsószerű, olyan széles, ott gyűjtő össze, és a gyűjtőlába. Thank you.
micsoda? Jó, akkor úgy kellene tovább menni egy körülbelül. Mindenki cserélje a másikra. Kinek adjam? Azon az ott csoporton belül, jó? Mi? Ki nem cserélni ebben a csoporton? Lehet akkor cserélni egyet, egy ilyen szobában és a szomszédoktól elkérni. Jó, aki nem tudja, hogy mi az, hogy van rajta megmondom, hanem a magyarul van én van. Jó, aki a másodikat már nézte és tudja, hogy van rajta, tudta, hogy mit nézel. Vagy nem tudja, hogy mit nézel. Én nem tudom. Negyvenszeres megnyitás, hogy lehet, hogy nem látok már semmit igazából. De lehet, a szemben van egy hétvégén. Négyszeres gondolom, és lehet, hogy lehetni majd cserélni. Megint a legkisebb elépéssel kezdjél a nézelődés. Jó, legkisebben kezdheted. Aki nem látja, szólja. Melyiket kívánom a nézelődést? Kicsit elmondom, hogy a
lábam, nem tudtam állni. Lehetett látni ebben a hártyás rovarszárnyban valami fajta ilyen
hálózatot, ugye? Láttatok ilyet? És lehetett látni, érdekes volt, hogy ez a hártyás rovarszárny szőrös volt. Azt nem gondoltuk volna még a lénynek, vagy valamilyen hártyás szárnyú rovarnak, még a szárnya is szőrös volt. Tehát láttuk ebben a szárnyban, láttatok ilyen olyanok voltak, mintha ilyen erek lettek volna, ugye ezek el is áldoztak. Lerajzolunk egy darab táját, valami ilyesmi. És oda nézünk, akkor többi része az elég átlátszó, és ilyen szőrök voltak mindenhol. Hogyha még megnéztük volna azt is, hogy milyen ez a hálózat, megpróbálom azt megnézetbe kapcsolni. Hát nem látszik, csak hogy ilyen barnásra. Hogy ez, ennek milyen a szerkezete. Az az érdekesebben, hogy ezek a csövek, ezek tulajdonképpen, hogy ezek a csövek, ezek tulajdonképpen ugyanolyan anyagból állnak kitinesek, mint a páncéljuk, tehát kitinről állnak, és mi lehet ennek vajon a szerepe, hogy a hátyás szárnyakban ilyen kitines csövek vannak. Könnyebben repül, mert hogy ezek a csövek, ezek itt nem lélegzésre szolgálnak, hanem arra, hogy ki merevíti a szárnyat. És ugye ez a hártyás szárny nagyon puha, nagyon törékeny, de ezek az erezetnek tűnő kitines hálózat, kitines csövek, ezek merevítik. Igen, és bocsánat, ide értem a szerepet, merevítik. És az, hogy szőrös a szárnya, annak is biztos, hogy van szerepe, a levegő sokkal jobban tele ütközik, és mint a madaraknak a tolla is, elő segíti a repülést. Jó, tehát meglepő volt ez a hártyás szárny. Második egy méh vagy egy légynek a lába volt, amit én ide teszek, ez a légy, nem, az a méhecske lába lesz. Méhecske lába. És szőrös volt. Nagyon nehéz mozgatni. Igen, és volt ezen a lábon egy ilyen kiszélesedő rész, ezt láttátok, aki látott? Ezt mindenki látta a méhecske lábát. Tudom, szorít a kezd mozgatni, hogy ezt fel. Méhecskének a lábának ez a része, ez egy ilyen kis tasakszerű volt. Nem tudom olyan szépen bánni, ott egy kicsit évesebb. Ugye ilyen áttetszőnek tűnt, és olyan volt a méhecskének ez a lábrésze, mint hogyha egy ilyen öblös, ilyen gyűjtő tasak lett volna, és ez is nagyon szőrös volt. Láttátok ezt? Jött a következő íz. Szőrök voltak rajta. Milyen lába van a méhnek? Mit gyűjtöget ebbe a lába? Így van, virágport gyűjtöget. Ez egy ilyen kancsószerű volt ez a része, és gyűjtő lába volt. Ebbe gyűjti a virágport. Mit csinál belőle? Ugye a virágporból, meg a virág nektárból, virág mézet készít, és miért jó, ha szőrös a méhecskének a lába? Jobban beletapad a virágpor. Ugye beletapad a virágpor. Igen, szőrös volt, sok-sok szőr volt a lábán. Nem tudtam jobban annyira
Jó? Rovar szájszervek közül az egyik csoport kapott csak csótány. Ezt megpróbálom beállítani. Másik csoportnak nem a csótány volt. A rovaroknak ugye vannak szájszervei. És ezek a szájszervek, ezek ilyen kitines képződmények, nagyon-nagyon változatosak. Megpróbáljuk értelmezni itt a csótányét, hogy hogy is néz ez ki. És akkor van a csótány. Ez a legkisebb nagyítás, és nem is tudok kisebbet. Jó. Na most lett itt éles. Ez a csótánynak a legeleje. Ez a feje is szét van egy kicsit lapítva, ez a sárgás. És ilyen kitinens, fogakkal rendelkező kettő darab, ilyen rágó szájszerve van, amiket ha így összerak és kicsit mozgat, azzal milyen harmadállapotú táplálékot tud megrágni. Szilárd, nem folyékony anyagok, hanem szilárd táplálékot. Ez a rágó szájszerve a legősibb, és ezzel lehet kiválóan rágogatni, kitinesek ezek a szájszervek. Jó, itt lehet most édesebben látni. Jó? Tehát kettő darab van belőle, ez a rágó. Hogyha megnézed ezt a rajzot, amit neked itt van, az első, kifejezetten a rágó szájszervnek ez a részét néztük meg, ezt a két összeilleszthető olyanok, mint a reszelő, ilyen befelé hajlik, és négy fogacska volt rajta. És jó hegyes volt a vége, mint a reszelőké. Valami ilyesmi volt az állat a csótány, egyes mondjuk legyen az. Ezt az a csoport nézte, láttatok ilyesmit is közben? Igen. Ti pedig nem ezt láttátok, de most így kivetítve tudtuk ezt megnézni. Jó, tehát még egyszer így nézett nagyjából ki a képe, és hát így elég ijesztő egy ilyen csótány, ami így találkozna vele ilyen nagyban. Jó? Másik csoportnak viszont nem csótány volt, hanem volt méhecske és volt légy is. Jó, hogy néz ki a méhecske? Azt tudjuk még itt közösen berajzolni. Megpróbálom megtalálni. Igen. Itt ezt nagyobban nagyítja ki az a helyzet. Túl nagyba is, és nem biztos, hogy sok mindent látni fogom ezért. Húha. Hát ez a középső része lehet az a ilyen hosszúkás csövekből áll a méhnek a szájszerve. Aki nem látta, ez ennek az utolsó képnek az a része, amit itt középen a leghosszabbik része, és így kinyújt, kidúg. Ez egy hosszú hengeres cső, itt egy kicsit el is van szakadva, de mellette párhuzamosan vele más csövek is haladnak meg, tehát hogy itt kettő is van. Ez több részből áll, aminek több ilyen nyúlványa van. Azt mondhatjuk, hogy neki nyaló szájszervük van. Hát valahogy úgy nézett ki ez, hogy egy hosszú cső, meg mellette ilyen rövidebb csövek. Ez a méhecske, méhnek, ez a nyaló szájszerve. Ezekkel a nyúlványokkal be tudja, tehát ráragad, meg be tudja szívni tulajdonképpen a virágokkal lévő nedveket, így a virág készítésében erre is szüksége van.
Nem néztünk most így meg csak még két szájszervről, a szúnyogét. Szúnyogi olyan lenne, itt látod a rajzodon, hogy van egy ilyen hosszú, egyenes, középen egy hosszú, egyenes része. Ez a szúnyog szájszervben ez. És a szúnyog ezzel megszúr, egy sebet szúr rajtad, és a másikat, ami pedig ilyen hajlékonyabb, azt pedig bemélyezti, és azzal szívogat. Jó, így néz ki egy szúnyog feje, ez a hosszú, amivel szúr, a másikkal szív, és ezért hívjuk ezt szúró, szívó szájszervnek. Jó, akkor ezt most elmondottam. Jó, aztán nagyon érdekes szájszerv van a lábképnek. Sajnos ilyet nem tudtunk megnézni. Olyan, hogy így föl van nekik tekerve teljesen így csillagvonalban, és amikor levegőt pumpál, de amikor ez hirdetést jelent, amikor levegőt pumpál, akkor ez kiegyenesedik. Ismeritek azt a játékot, amilyen síp, és van így, hogy összetekerve olyan anyós nyelvre hívják, belefújsz és kiegyenesedik. A lepkéknek a szájszerve ugyanígy működik, úgy hívják, hogy pödör nyelv. És hát itt egy igazi pödör nyelv mikroszkóppal nézve olyan messzire be tudják nyújtani, hogy akár van olyan lepke, képzeljétek el, 30 centi hosszú, hogy Madagaszkáron élő lepke, és van egy olyan virág, aminek olyan az alapja, hogy ilyen, van egy ilyen cső a végén, és csak az a lepke tudja beporozni, hogy ezekkel szívogatni tud. Nagyon változatosak a rovarok, ilyen szempontból is mindenféle táplálkozás módhoz tudtak alkalmazkodni. Jó, és még egyet megnéznénk, amit néztetek, hogy, de nincs róla a füzetetekben rajz, hogy hogy néz ki a légynek a szájszerve. A légy az tulajdonképpen, hogy szokott táplálkozni, mit szokott olyan, leszáll egy légy? Viszél a légy, a lábacsonyban a csápa. Lábaival szokott így. Megjelenik, utána kinyújtja ezt a szájszervét, ami olyan, mint egy ilyen amikor ilyen tapadókorunk lenne a végén, és akik ezeket néztétek, hát nem biztos, hogy sikerül azt a részét így megtalálnom ügyesen, próbálkozok, de igen. Olyan a vége, mint egy tapadókorong. Valaki azt mondta, hogy olyan, mint az új lenyomat. Kicsit olyan. Ez a vége, ez a recés. Ez olyan, hogy ezt a tapadókorongot is szétlakították, azt lehet ezen a készítményen látni, csak nem tudom olajítolni, itt volt. Igen? Jó, tehát ez a szájszervének a vége, amit így letesz, és azzal elfolyósított nerveket felszívogat. Jó, akkor hát remélem, hogy olyan hasznos dolgokat látunk, hogy máshol nem nagyon volt még lehetőségetek, és kedvet kaptok ilyenekhez, akár ezek a tízeltlábú a bogarak. Ha nem is gondolnátok, találtok egy hangyát, vagy egy hókhálót, ilyen mikroszkóppal megnézem nagyon nagyításan, milyen érdekesnek tűnik. Úgyhogy én köszönöm a figyelmeteket, arra kérlek benneteket, hogy húzzátok ki, nem húztátok minket mikroszkópokat a konnektorból, mindent vissza kellene pakolni a tárcára, és akkor fizika órát nem volt még, ugye, hogy ez korábban lesz, és itt lesz.